A múlt évi összevont Fehér Veszprém megyei kézilabda bajnokság után ebben az évben összejött a létszám, hogy külön megyei bajnokságot lehessen szervezni. Igaz, ez egy szerény 7 csapatos széria, de legalább nem kell annyit utaznia a csapatnak. Az árnyoldal ezzel együtt, hogy a sporták helyi rajongói csak 6 csapat ellen láthatják mieinket. Az Ercsi gárda mellett Rácz Almás, Martonvásár, Sárbogárd, Bicske, Mór és Velence kapott licencet az indulásra a szeptember végén startoló pontvadászatra, ahol a kiírás szerint a két szezon folyamán minden csapat 4-szer találkozik egymással. A mieink első derbiüket Velencén játszották 22-én 7 órai kezdettel. A szoros 10-10-es félidő után Juhász János csapatában még volt egy fokozatra való kráft, és 19-23-ra tudták hozni a meccset. Egy héttel később, itthoni környezetben a Rácz Almást fogadtuk. Közel 100 néző volt kíváncsi a találkozóra, ahol a mieink a Sütő, Simon, Juhász, Szabácsik, Minik, Egervári, Deák, Szabó, Gábor, Lesó, Balázs összeállítással léptek pályára. Az első negyed óra szoros eredményt mutatott, egy-egy góllal azonban mindig az almásiak előtt jártunk, köszönhetően a biztosabb védekezésnek és a jó kapus teljesítménynek. Ez a szoros reláció a fél ideig meg is maradt, 12-11-el sikerült fordulni. A második játék részben a távolság szerencsére picit nőtt, nem elhanyagolható mértékben a frissen visszaigazolt Minik Géza érdemeként. A végére 22-19-re Juhász János csapata bizonyult jobbnak. Október 7 Sárbogárd, itt is szoros első félidő várt ránk, ez számszerűleg 11-11-et jelent, de mint a Velence ellen, itt is sikerült a végére rákapcsolni, és most is ugyanúgy, mint a brigád első találkozóját, 19-23-ra sikerült hozni. Ismét itthon léptek pályára kéziseink, a Móri KSC 2 vendéglátóiként. Jó házigazda módjára már az elején sűrűn kínálgatták a vendégeket, így hamar megnyugtató különbség alakult ki, görcs nélkül lehetett játszani, 6-7 gólos különbség végig állandó volt, ami a félidei sípszóra 8-ra emelkedett. A folytatása, mintha elment volna a Móriak maradék kedve is, Juhász féle csapat szinte akkor lőtt gólt, amikor csak akart. 6 vagy annál több találatig 4-en is eljutottak tőlünk, Szabó például 11-et jegyzett ezúttal. Jó játékkal és 45-26-os eredménnyel ajándékozta meg az RCS szurkolóit. Egy héttel később szintén a városi sportcsarnokban várták a szurkolókat, ahol parázs mérkőzésnek ígérkezett a szomszéd Martoniak elleni párharc. Izgalomban nem volt hiány a harapós hangulatú mérkőzésen, ahol bizony most végig mi futottunk az ellenfél után. A továbbiakban most kivételesen nem sikerült újabb trükköt előhúzni a cilinderből, a fekete mezesek láthatólag jól felkészültek csapatunkból, és a sípszó előtt 2 gólos előnyre tettek szert. Csak heroikus küzdelemmel és szerencsével sikerült X-re hozni a derbit, az utolsó pillanatban RCS Martonvásár 27-27. Jó jött a döntetlen is a látottak alapján, ami a lényeg, 5 találkozó után az Ercsi alakulat őrizte vezető helyét a megyei kézilabdabajnokság tabelláján. Ezt a továbbiakban is sikerült megtartani, 2 héttel később a Bicskét sikerült legyőzni 19-31-es arányban. November 18-án a Velence ellen lépnek fel kéziseink, este 6 órai kezdettel a Bacakó Péter városi sportcsarnokban.